Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós július 9-én. A mai nap szerencsét hoz, de ebben bíznunk kell. Higgyünk abban, hogy egy kívánság megvalósulhat. Ez abból adódik, hogy a mai napon a holdnak a mozgását befolyásolja három csillag, és ez szerencsét hoz, mint mondtam is. Az egyik csillagot úgy hívják, hogy Sadal Sood, lefordítva ez annyit jelent, szerencsét hoz mindenkinek, aki kívánja ezt a szerencsét. A másik csillagot úgy hívják, hogy Sadal Melik, és ez azt jelenti, a királynak és a királynőnek szerencséje lesz. A harmadik csillagot Skátnak nevezik, és ez azt jelenti, kívánj valamit, mert ez megvalósulhat. Nem csak ez a szerencse áll most előttünk, hanem egy jó hír is, vagy egy jó szerződés. Hamarosan valami kitisztul az életünkben, valami megvilágosodik, vagy az igazság kiderül. De azért van egy kis nyugtalanság is a mai napon, az pedig abból adódik, hogy a Hold és a Vénusz bolygó egy kvadrát aspektusban áll, és ez kihat az érzelmeinkre, és kihat a párkapcsolatra. De ez a feszültség vagy nyugtalanság csak akkor lesz, ha mi megpróbálunk valamit erővel megtartani, vagy ha az anyagiak miatt, a pénz miatt vitatkozunk. Ekkor lesznek feszültségek, tehát kerüljük el ezt a témát, és maradjunk ebben a könnyűségben, akkor minden jóra fordul, és kezdődhet egy új irány, és akkor így megnyugszanak az események. És ez volt a Mizós felvételem. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!